Üdvözlök mindenkit, a mai napon Budapest 17. kerületében látogattam el, a Furmintházak építkezését mutatom be, illetve készül itt még egy csomó családi ház is, egy szolgáltatóház is épül, illetve óvoda és bölcsöde már idén szeptemberben elkészült, ezeket mind-mind bemutatom. Ha pedig érdekelnek további építkezések Magyarországról, de legfőképpen Budapestről, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha pedig tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Köszönöm! Itt tehát a Furmintházak harmadik ütemének építkezését láthatjátok, ami egyébként jóval több, mint az első és a második ütem volt, hiszen itt már 148 lakás épül, az előző kettőbe talán összesen volt ennyi. Persze megmutatom azokat is, hogy hogy néznek ki, mert tulajdonképp ezek is ugyanolyanok lesznek majd. Ennek az egész területnek egyébként Szőlőliget Ökopark lett a neve, és ezt a nevet azért kapta, mert itt minden, elméletileg minden 100%-ban megújuló energiaforrásból működik, hőszivattyús hűtés-fűtés van a lakásokban, legalábbis a Furmintházakban biztosan, de elvileg a közvilágítás is 100%-ban megújuló energiával működik itt a környéken. Ami még érdekes lehet, hogy ezekben a mindössze két emeletes Furmintházakban is van lift. És ezek mind okos otthonok is, tehát távolról is vezérelhető például a fűtés. Itt a jobb oldalon a Furmintházak első ütemét láthatjátok, ez készült el ugye egy-két éve, szembe az utca végén pedig a MOL toronyház látszik, hát tiszta időben nagyon szépen lehet látni, és egész Buda gyönyörűen látható, aki mondjuk itt az emeleten lakik, nagy gyönyörű kilátás van, de egyébként nem csak a MOL-t lehet innen látni, hanem még a reptéri irányító tornyot is, rögtön mutatom is, ott van, ott villog, úgyhogy azt is látni, illetve a Rákoskereszt úr központjában lévő 10 emeletes házakat látni, alatta tulajdonképpen. Szóval a bal oldalon épülnek családi házak, jobb oldalt pedig a Furmintház első üteme készült el. És ahogy már az elején említettem, épül itt egy szolgáltatóház is, most ott pont szemben láthatjátok. Itt pedig még épülnek további családi házak, de egyébként nem lehet csak úgy építkezni, hanem meg van akadva bizonyos feltételek, és úgy lehet építkezni itt családi házakkal, de bárki vásárolhat itt telket, talán még mindig van néhány eladó, és feltételek teljesítése után lehet építkezni. És szemben pedig van egy kis tó, azt is mindjárt közelebbről mutatom. Íme a tó, illetve körülötte az épülő családi házak sorban. Épül még mindig egy csomó. De egyébként várhatóan egy olyan 2-3 év, és itt teljesen be lesz építve, és elkészül minden ütem szerintem. Családi házak is mind felépülnek. És még az a terv, hogy elvileg itt lesz egy étterem is itt a tónál. Mindjárt fordulok és mutatom, hogy hol lenne. Bár ebben még nem kezdtek bele, de remélhetőleg majd ez is megvalósul, szóval itt lenne, és mögötte pedig a szolgáltatóházat láthatjátok, ahol lenne orvosi rendelőtől kezdve, üzletek, élelmiszerüzlet is, minden fontos igazából. De még nincs készen persze. A szolgáltatóház közelebbről igazából már kész kellene lennie, szerintem ugye egy éve, de picit, vagy nagyon lassabban haladtak vele, de reméljük, hogy előbb-utóbb csak elkészül. Visszatérve a Furmintházak most épülő harmadik ütemére, még annyit érdemes tudni, hogy ezek épülnek itt legfölül, mert itt tulajdonképpen egy domb van, ezt használják ki egyébként, emiatt tudtak 100%-ban megújuló energiát használni itt mindenhol. Szóval amik most épülnek, azok épülnek a legjobb helyre, hiszen azok lesznek legfölül. Úgyhogy onnan örök panoráma fog nyílni az egész budai hegyekre. Ha a szép tiszta időben, nagyon szépen lehet látni mindent. És itt pedig a Furmintházak második ütemét láthattátok.
Ott, ahol a daruk vannak, ott épül a harmadik ütem, itt a jobb oldalon pedig az első ütem látható. És akkor most sétálok a Forintházak második üteme mellett, ez azt hiszem, hogy egy éve készült el, lehet, hogy talán egy picit már több, de láthatjátok, itt is gyönyörűen meg van csinálva. Parkosítottak, szép az úttest, a járda, minden teljesen jól nézett ki szerintem, igazán szép lett. Ja, és Halloween erre itt nagy divat a családi házakon is mindenhol, ha nem is mindenhol, de sok helyen volt ilyen Halloween-os dizájn. És még itt is épül ezt a dombtetőn néhány családi ház. És itt pedig a Furmintházak második ütemének a hátulja, itt pedig a bölcsöde. Mögötte pedig az óvoda található, a mögött pedig a harmadik ütem épül. Egyébként elhelyezkedésileg azt hiszem, hogy a 10. kerületben van, ez a Cinkotai út és a Naplás út között található, tehát közel van egyébként a Naplástó. És mint láthatjátok, itt már elkészült az út, kimegy egészen a Naplás útig, de egyelőre le van zárva. Itt úgy tudom, valami vita van, a lakók nem akarják, hogy itt átmenő forgalom legyen, nem tudom ezt teljesen hogy van, ha valaki tudja, akkor a kommentekben nyugodtan megírhatja, hogy pontosan mi is a helyzet most itt. És akkor íme az építkezés, még egyszer. És itt pedig az óvoda bejárat látható. Az óvodát és a bölcsödét, úgy tudom, a kerület készítette, és idén szeptemberben nyitottak meg. Itt kialakítottak néhány parkolóhelyet is az óvodához, felújították az utat, illetve még egy busz is jár erre, ilyen BKV-s tele busz, mindjárt meg is nézzük. Itt is új aszfaltot kapott az út, és látjátok, itt alakítottak ki egy ilyen kis megállót, de hát ezek ilyen kis, igazán kicsike buszok. Na, itt is van 275-ös Rákos Csaba vasútállomásról. És akkor egy kis Halloween itt a családi házas részen. Itt már a Cinkotai úthoz vagyok közelebb. Ez már nincs olyan magasan. Itt már csak családi házak vannak. De látjátok, itt is szép rendezett a környék, új utak, hát nyilván új utak, hiszen nem volt itt semmi régen. Itt is még több helyen épülnek a házak, de ez a rész, ez itt pont már eléggé készen van. De itt mindjárt látjátok, még itt baloldalt ott még épül ház. És akkor még néhány családi ház, itt is egy kész, egy még épül, megint kész. De hát hamarosan teljesen kész lesz itt minden. És ez pedig itt a legeleje a Cinkotai útnál. Hát köszönöm, ha ma is velem tartottatok. Sziasztok!